A Henszkói Mindenszentek temploma a település központjában áll, mégiscsak a kivételezettek láthatják. De hol van Henszkó, szlovákul Henszkovce? Rozsnyótól északra a Sajó völgyében járunk, egy falunyira onnan, ahol a Sajó tavalyi folyószennyezése kezdődött. A ma már használaton kívüli templom különálló harangtoronnyal egy fallal körülvett magaslaton áll. Az általunk ismert történet szerint eredetileg itt egy Hermanovce nevű falu állt, ahhoz tartozott a templom is. A templom túlélte az elpusztult Hermanovcét, tehát számos történelmi változásnak lehetett a tanúja. Mert a templom ugyan a Mindenszentek nevét viseli, de úgy tartják, hogy utána Szent István király tiszteletére avatták fel. Szent István a falu címerében és pecsétjén is szerepel, és úgy becsüljük, a templom lehet akár 800-850 éves is. Klasszikus, kisméretű falusi templom, négyszög alaprajzú, a szentélyében keresztboltozattal. Az épület egy kisebb magaslaton helyezkedik el, az északi oldalán különálló harangtorony látható, ez féltető szerkezettel kapcsolódik a templom épülethez. Ez a bővítés átalakítása 17. századra tehető, de a templomot az 1900-as évek környékén újra fel kellett újítani egy tűzvész pusztítása után. A templomot körülvevő erőd falat a helyi szájhagyomány szerint a husziták építették, nem messze tőle pedig egy késő barokk evangélikus templom is áll. A henszkói templom egészen a közelmúltig a közönség számára viszonylag ismeretlen volt. Olyan helyen található, amelyhez közel olyan látványosságok vannak, mint a csetneki templom vagy a betléri Andrási kastély. Henszkó azért érdekes, mert itt eredetiben maradt fenn a középkori templom, abból a korai időszakból, amikor a 13. és 14. században kialakult a gömöri plébániák hálózata. A templomban látható festményeket viszonylag nemrégiben fedezték fel, és jelenleg is folyik a restaurálásuk, de a mai napig nem sikerült még megtalálni az összes képhelyét, így ezek még felfedezésre várnak. A hajó északi oldalán a Szent László legenda, illetve Szent György ábrázolása található, a henszkói interiőr másik érdekes eleme pedig ugyan fiatalabb, de annál értékesebb. Ezek reneszánsz festmények, amik Gömörben ritkaságnak számítanak. Itt a festmény töredékek a presbitérium falán díszítik. Az egykori szentélyt díszítő szekkó falképek azután készülhettek, hogy a templom az evangélikus egyház tulajdonába került. Ezek minden bizonnyal Jób és barátai beszélgetését ábrázolják egyfajta példabeszéd illusztrációként, ami Luther 1534-ben kiadott Bibliájából származik, és megjelenik rajta Jób felesége is. Később a templom újra a katolikus egyházhoz került. A diadalíven tulipán és gránátalma díszítéseket találunk, az oltárépítmény hátsó oldalába pedig minden bizonnyal a minisztránsok vésték be az 1950 és 72 közötti évszámokat és a neveket. Ugye Henszkón is volt falkutatás, ott a szentélyben reneszánsz falképeket találtak, és minden bizonnyal a hajóban is. Ami jó Henszkóban, hogy várhatóak a falképek, tehát ez is egy nagyon nagy izgalommal tölti el mindig a kutatást, mikor tudjuk, hogy van szonda, van ott valami, és tudjuk, hogy a szondán túl biztos, hogy lesz még egy komplexebb ábrázolás. Az első feltételezés, ott is van egy dárdás, fegyveres, lovas töredék ebben a kutató szondában. Mivel ugye dárda fegyver ló jött elő, akkor mindjárt elindult a Szent György vonal, hogy valószínűleg egy Szent György ábrázolás lehet ott. Viszont ugye a gömöri mintákból kiindulva az északi fal felső zónája, lovas, dárda, ló, nagyon-nagyon valószínű Szent László legendáról lesz itt is szó, és ez azért érdekes, mert azt hiszem, hogy Henszkó nincs benne az eddig ismert Szent László legendás falkép katalógusban, tehát valószínű, majd ha bebizonyosodik, hogy tényleg Szent László legenda, akkor egy új Szent László legendával bővül a sor. És ugye ez Gömörben abszolút egy várható dolog. A gótikus út társulás, szlovákul Gotická cesta, 15 éves civil szerveződés,
akik egy minisztériumi pályázat nyomán 2010 óta folyamatosan dolgoznak a templom műemléki felújításán. Ennek köszönhetően cserélték le a templom zsindellyel fedett tetejét, és egy komolyabb történeti és régészeti kutatás is zajlott a templom területén. 5 éve pedig Henszkó templom adott otthont az első 7 őrző projektnek, ebben 7 lelkes egyetemista úgy kapcsolódott be az itt zajló munkálatokba, hogy az önkéntes munka mellett az esemény tárlatvezetésekkel a karzaton fotókiállítással is kibővítették. Ez volt az egyik csírája annak, hogy a gótikus út később templomtúrákat is szervezzen, ahol bemutathatják a környék híres árpádkori és gótikus templomait. 2017-ben voltunk először Henszkón, amikor a Nyitott Gótikus Út című rendezvény első évét rendeztük meg. Abban az időszakban ez a helyszín volt a tevékenységünk központja. Workshopot tartottunk, de egyben egy kulturális rendezvényt is a falu lakosságának. Ez nagyon tetszett, mert a faluból sokan életükben először akkor láthatták a templomot, mivel valamikor a 90-es évek elején volt utoljára nyitva. Volt egy idős néni, aki azt mesélte, hogy ő minden nap a templom közelében járt, de előtte még sosem láthatta belülről. Valójában senki sem tudta, hogy milyen gótikus gyöngyszem állott bezárva és elhanyagolva. A rendezvény óta persze sok minden történt a templomban. A templomban azóta is folyamatos a felújítás. Ez 2012-ben a födém cserével kezdődött, amikor a tetőt is kicserélték, méghozzá az eredeti zsindelyre. Megjavították a padlókat, máig folyik a régészeti és műemléki kutatás, és a freskók vizsgálata sem fejeződött be. A hajó északi falán látható Szent László legenda freskói minden bizonnyal a 14.-15. Században készülhettek. Nagyon érdekes, hogy az indíték a Szent László legendák esetében, ugye a legenda lefolyásából kiindulva tudjuk rekonstruálni azt, hogy mi lehetett az indíték, tehát hogy miért került maga a Szent László legenda az északi falra. Oda kerül, mert ennek van egy hagyománya, de hogy miért kerül oda, az már megint csak kérdés. Például itt van Ríma bánya és Karaszkó templomai, ahol nagyon domináns, tehát a legdominánsabb a Szent László legenda az északi falon. A déli falon belépett a hívő, ott volt a kapu, a fő bejárat, és azonnal szembe találta magát ezzel a monumentális Szent László ábrázolással, tehát itt már nem csak a szakrális oldal, ami fontos, hanem valószínű itt egy profán propaganda is megjelenik, mert azt pontosan tudjuk, hogy a Karaszkó és a Ríma bányai esetekben nagyon valószínű, hogy luxemburgi Zsigmond látogatására vagy látogatását követően készültek ezek a falképek. Tehát ez vagy megörökítette a látogatást, vagy már a látogatás előtt készült, hogy fölkészítse a templomba járókat, hogy érkezik egy nagyon jeles személyiség, akinek ugye a legnagyobb példaképe Szent László. A jó és a rossz harca. Mert ezért jó a Szent László legenda, mert van benne egy nagyon erős profán oldal, tehát maga az uralkodónak a legitimálása, és van egy nagyon erős szakrális oldal, ami ugye a lány megmentése, a jó győzelme, a rossz felett aratott győzelem, az abszolút legitimálja azt, hogy templomokba került. Jelenleg a presbitérium freskóinak restaurálása zajlik, utána a főhajó freskói következnek. A templomnak szüksége lenne egy új kazettás mennyezetre is, valójában évről évre szisztematikusan folyik a templom helyreállítása, ami egy nagyon példaértékű folyamat. Ezt a felújítást más templomokban is le lehetne folytatni. Rekonstrukció sokáig tart, viszont sikeresen halad. A presbitériumban jelenleg is zajlik a freskók rögzítése és javítása. Ez követi majd a konzerválásuk. Új mennyezetre is szükség lesz, mivel a templomnak jelenleg csak idéglenes mennyezete van. A templom helyreállítása 2012-ben kezdődött, és a legfontosabb, hogy elérhetővé vált az emberek számára. A munkák még tartanak, de aki meg akarja látogatni, az önkormányzat hivatalában jelentkezhet, és kinyitják neki a templomot.